Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam az 4000 forint. Ez a felvétel megjelenik április 19-én, a hold ezen a napon a Purvapalguna holdházban van. Ez a holdház azt jelenti, hogy most kezdünk valamit. Lesznek cselekvések, és elérjük a céljainkat. Tehát itt van három szakasz, a kezdet, a mozgás, és a célok elérése. Ez a holdház azt is jelenti, hogy egy álom most megvalósul. Ezen a napon, április 19-én egy jó kapcsolat van Mars bolygó és Jupiter bolygó között. Jupiter bolygó adja lehetőségeket, és Mars jelenti az élet erőt, hogy vegyük észre ezeket a lehetőségeket, és legyünk aktívak. Mars bolygó jelenti a férfiakat is, hogy nekik most több szerencséjük van, vagy egy bírósági ügynél előre mennek a dolgok. Ezen a napon, április 19-én Vénusz bolygó és egy visszatekintő Merkur bolygó együtt hat a halak jegyéből, az indiai asztrológia szerint. Vénusz bolygó nagyon erős a halak jegyében, és itt cselekvésekről, beszélgetésekről van szó, mivel Merkur bolygó visszatekintő, ez utal a múltra, vissza kell tekinteni a múltba. Itt lesznek régi témák, vagy valaki gondol rád, és visszatér a múltból. És most megnézzük, hogy mit jelentenek a kártyák. Az ő gondolata felül látható. Ő egy új irányba tekint. Itt lesznek változások. Sőt, ezt megerősíti a gólya, hiszen a gólya szintén változásokra utal. Ez lehet egy költözködés, ez lehet egy munkahelyi változás, ezek lehetnek változások, ami kettőtöket illet. A kezében ott van a horgony, ahol le akar horgonyozni, kell számára a biztonság érzete. A horgony szimbolizálja gyakran a munkahelyet, tehát lehetnek munkahelyi változások is, és előtte a hajók jelentik a reményt, vagy utazásokat. Lehet, hogy tervez egy utazást. Az érzelmei az bal oldalon látható. Ott van még a felhő, ami jelenti a bizonytalanságokat, nem tudja, hogyan tovább, bizonyos dolgok átláthatatlanok, de a kasza segít. Hiszen a kasza el tud vágni valamit, például el tudja távolítani a felhőt, és akkor itt kivilágosodik valami, lesznek tiszta gondolatok, célok, tervek. Mit fog tenni? Az jobb oldalon látható, alul ez a park utal a nyilvánosságra, hogy összefuttok a nyilvánosságon, vagy lesz egy meghívás, és találkozni fogtok. Érdekes, hogy megjelenik itt a kártyavető jósnő, az lehet, hogy ő egy jósnőnél volt, és jósoltatott, hogy hogyan alakulnak a dolgok kettőtök között, vagy ő úgy érzi, hogy te voltál egy jósnőnél, amit a kártya még jelenthet, hogy te kártyát vetsz ki, megvan az érdeklődés részedről, és ő úgy gondolja,
hogy jelenj ezzel meg a nyilvánosságon, tehát maradj ezen a területen. Ami összefűz benneteket, az középen látható, ezt a magyar kártyát a férjem készítette. Itt betűkről van szó, és a régi írásmódról, a rovás írásról, ami középen látható, és ennek van egy szimbolikus jelentése is. A mai napon az E betűről van szó, és itt most elgondolkozhatunk azon, hogy mit jelent ez az E betű. Nekem Éva jut eszembe, vagy pedig égi hatalom, férfi név E betűvel nem jut eszembe. De ha az E betűt nézem, akkor lehet Emil például, és egy város, Eger, de E betűvel, biztos van falu vagy város E betűvel is. Ha neked valami eszedbe jut, akkor írd le a kommentárba, ennek nagyon örülnék. És ami a rovás írást jelenti, itt ez a kép olyan, mintha valaki terhes lenne, a hasát jelenti, de nem biztos, hogy erre utal, hanem számomra ez a kép azt mutatja, hogy itt valamit elkerültök. Tehát nem olyan egyenes irányba mennek a dolgok, hanem ki kell kerülni valamit vagy valakit. Ez a kép számomra olyan, mint egy mágnes, ami jelenti a vonzalmat kettőtök között. És a napi kártya az alul jobb oldalon látható. Itt ez a hölgy szintén érdeklődik a spirituális dolgok felett, sőt, ott vannak előtte a kártyák, tehát ő is kiveti a kártyát. Érdekes, hogy ennél a jóslásnál ez kétszer jelenik meg a kártyavető nő, és ez utalhat arra, hogy érdekel téged ez a terület, és jó lenne, hogyha ezt tanulnád, vagy foglalkoznál a továbbiakban is ezzel, és azt is jelentheti, hogy tulajdonképpen megpróbálhatod te is kivetni a kártyát, hogy mit mutatnak a képek vele kapcsolatban. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy hogy mi jut eszedbe az E betűről. Meglátogathatsz a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!